Megy. Mehet? Megy, Rec. Oké. Sziasztok! Ez a mai videó két oknál fogva is rendhagyó lesz. Először is itt van velem Maris. Én vagyok az egyik. Igen, hát... Sziasztok! Bő egy éve nem volt közös videónk, és akkor is. Tehát ez a második közös videónk. A másik... Igen. A másik, ami még durvább, hogy egy gameplay videóval jöttem, amit... Ezt most találtuk ki egy fél órája, és egyébként 12:45 van. Én ilyenkor még streamelni szoktam, meg ilyenkor veszek fel gameplayeket, szóval teljesen jó. De amúgy azért nem mondható ez egy gameplaynek. De ez nem számít annak? Mi a gameplay definíciója? Most már most stresszel, mind stresszelsz. Akkor azt sem tudom elmondani, hogy ez egy gameplay videó. Ja, de megengedem. Jó. Van? Tehát játszani fogunk. Mivel fogunk játszani, Dori? Szóval, a Knowledge is Power nevű játékot fogjuk játszani. Ez egy PlayStation játék, és igazából ilyen quiz játék. Minimum ketten lehet játszani, maximum 6-an vagy 7-en, és ilyen kérdések lesznek, de ne olyanokat képzeljetek el, hogy ilyen nagyon-nagyon nehéz, amit így az iskolában tanítanak, hanem akár zene is lehet, vagy ilyesmi, attól függ, hogy milyen kategóriát választunk, és ilyen nagyon kis cuki karakterekkel lehet lenni, meg az egész nagyon kis fán, mi mindig ezzel játszunk, úgyhogy... De te Dori, miért nem csinálunk egy ilyen videót? Már egy iszogatós este folyamán játszottunk így közösen, tehát tulajdonképpen ugyanazt a hangulatot szeretnénk most idehozni. Mert? Jó, hogy aha. Izgi. Ja, mert megcsináltuk a karaktereinket. Igen, nagyon izgulok, mert én akkor azért ilyen versenyszellem mind szokott bennem lenni. Remélem bennem is. Igen, hát de egyetem, hogy én nyerek. Múltkor mondjuk nem emlékszem, hogy ki nyert. Biztos én. Nagyon vicces, mert mi nem halljuk mi most nem a játékot, semmit. De ti halljátok. Az mondjuk én. Nagyon jól néz ki. Nagyon cuki. Milyen kis gay, cuki gay karaktered van. Mérike, azért vágok szomorú fejet, mert ez egy ilyen emo, depresszív tündér. Ez ilyen nosztalgikus neked? Igen. Figyelj, ez szomorúan bevonulok, berepülök, bevonzolom magam. És akkor először lesz előttünk 4 ajtó. Most mind a ketten választunk. Aha. Júj. És akkor mi van, ha nem ugyanazt választjuk? Akkor kisorsolja. Szerintem, amiben a legjobb vagyok, versenysportot nem. Van egy olyan érzésem, hogy ugyanazt fogjuk választani. Hát szerintem... Igen. Igen. Hogy oda? Oda pattogtál? Imádom, nagyon aranyos. Ki van ehhez a szerephez felöltözve? Nem tudom. Nekünk egyébként most itt 4 opció van, de... Most látjátok. Igen. De ezek férfi nevek. Igen, ezt nem értettem én sem. De lehet, hogy az egy férfi volt nőnek öltözve. Aha. Én nem tudom, hogy ő ki. A Dustin Hoffman, igen. Nem tudod? Ki? Hát ő. De én full azt hittem, hogy ez egy nő. Megnéztem az arcát, és én azt igen, hittem, nagyon nőies volt. Jó külső. Ó, hát ez az én tematikám akkor. Azért jelent. Nagyon vicces, hogy pattogsz. No, mondjuk a 80-as évek is jó. Hogy izgul? Jász! Duzzog a tündére! Mindig duzzog. Most ott tudod, emlékszel? Ó, basszus, igen. És lehet egymásnak, már csak 6 másodperc. Nehezítést lehet adni a másiknak. Putya, de neked egy hógolyó. Ez lefagyasztja az összes választási lehetőséget, igen. De csak azt tört föl, amelyiket gondolod, hogy a válasz. Jó. Melyik dél-amerikai régióról neveztek el karimás szalmak alapot? Nagyon hülyék, tehát micsoda? Mi van? Valamelyik egy Honduras egyébként, csak nem látjátok. Panama! Azt kezdtem el először feltörni! És mind a kettőnknek 0 pontja van, és a 2 kérdésről. Hát nagyon szomorú! Ne! Kalapok, és most elmentünk egy ilyen irányba. Ez dél-amerikai is. Ja, hogy ez állandóan így megy? Igen, tematikákra építkezik. Azért nagyon fontos, hogy először mit választasz. Ja, én ezt nem tudom. Ezért nem volt soha nálunk még ilyen matematikai, fizikai, kémiai, ilyesmi kérdés. Aha.
Ja, és egyébként van olyan, hogy adó, amire, hogyha rákattintunk, akkor mindenképpen az az ajtó lesz, amit ahova te mentél. De most így nyertem! Nem, most te nyertél! Nem, most már muszáj valamit produkálni. Szedjük össze magunkat! Hogy milyen kérdőjel már a gerinced? Kis pocakot. Én egy gömböcöt adtam a Dórinak. Ugyanaz neked? Az azt jelenti, hogy kiránk betüket a szavakból. Jó. Melyik országban található a hely nevezető igencsak hideg időjárású település? Magabiztosnak tűntök, de vajon igazatok van? Nem! Istenem! De mondjuk ez elég nehéz volt, mert a Portugálián kívül mind a három azért hideg ország. Ugye még sose volt, hát három kérdés meg volt, és még mindig nulla ponton vagyunk. Ilyen szőkenős poénokat fognak elsütni. Én fehér vagyok. Mi van? Az a lényeg, hogy össze kell húzni a párokat. Tehát például idézetet a karakterhez. Ilyenek vannak, hogy drágaszág, az Gollam, én vagyok az apád, Darth Vader, és össze kell húzogatni. Mi ez a közeleg a tél? Jaj, ez a trónokat. És ha elrontod, akkor pontot veszítesz? Fogalmam sincs. Itt vannak nehezek amúgy. Wingardium Levi, úristen, még négy maradt nekem. Hét? Dori, nincs ott. Hét maradt. Végre van 200-100 pontunk! Istenem! Gyorsan kell dolgozni! Oké, jó! Most már kezdek felébredni. Bekapcsolni! Jó, ezek már nagyon nehéz kategóriák! Te vittél el ide! Kösz! Bocsi! Nem lesz utazás! Nincs utazás! Nem! Adó! Ja, te adóztál? No. Nincs Európa. Oh. Nem értem, mindig utazol. Igen, azért akartam. Hát ilyenkor jó az adó. Mondjos 100 pontot. Most festéket kapsz. A bombát ki kell kerülni, a festéket pedig így le kell mosni a képernyőről. A lavinák melyik extrém sportban jelenthetnek veszélyt? Te tudod? Hát gondolom. Slacklining. Az mi az a slacklining? Várjál most... Slacklining. Hú, azt hittem, hogy az lesz, hogy síjelés, nem? De azért ennél becsapósabb, de ez jó lesz. Yes! Világ legkönnyebb kérdése, de tudtuk. Full, én azt hittem, hogy síjelés lesz. És miért kapok én sokkal több pontot, mint te? Mert hamarabb... Ez ennyire számít? Igen, igen. Jézusom. Közben gyorsan megmutatom, hogy a Dórinak 250 pontja yes. van. Szóval nem csak különbségünk van. Jó, de azért van. Nagyon remélem, hogy... Ne! Ne, ne! Kettes volt a főcipő. Jó, én nem adózom be. Nem vagyok olyan, mint de milyen jó volt, miattam kaptunk pontot. Jó. Rendben. Na. Hogy kitalad a seggedet? Dupla! Dupla kubánc. Melyik esőerdőben élő hangya csípése okoz óriási fájdalmat? Óriás hangya. Gonosz hangya. Sátán hangya. Mi az, hogy 24 órás van? Jó, hogy 24 óra után meghal. Gondolom. Zia hangya, az a kedvenc. Sátán. Ne! Nem tudom, milyen mesében élünk, sátán hagyma. Hagyja. Vadbarmak? Az mi lehet? Új, Dori, nagyon egy rossz irányba megyünk. Természettudomány irányba megyünk. Nem tetszik ez nekem. De mindig te nyersz! Amúgy ilyenkor mindig nekem adja, mert szeret a játék. De ezt tudja, nem hogy én vettem, az én tulajdonom. Most bizonyítani kell. Közelmúlt van, hogy a legtöbb dinoszaurusz testét beborította. Miről derült ki a közelmúlt, hogy a legtöbb dinoszaurusz testét beborította? Igen. Mi van? Én tudom, hogy rosszra mentem, én nagyon rosszra mentem. Én is arra akartam amúgy. Egyszerűen azt olvastam, hogy troll. Én teljesen fáradt vagyok. Ne! De mi ez most derült ki, hogy a legtöbb dinoszaurusz testét tollborította?
Úristen, nagyon menő nézhettek ki akkor. Gondolom az ilyen repülő dinók voltak tőle. Ez az Méri! Átvettem a vezetést. Ezt úgy nevezem mindig, hogy a Tinder játék. Húzogatni kell. Jobbra-balra. Lesz jobb oldalon, meg bal oldalon egy témakör. Okay. És akkor oda kell húzni. Jó, és gyorsnak kell lenni. Nagyon gyorsnak, Dóri. Itt a Klau nem is szokott gondolkozni, csak így húzogat. De gondolkozz inkább. Nem tudom, mivel járok jobban. Négy lábú vagy hat lábú. Hú, ez nehéz. Nem az semmit, nem tudok. Zsiráv Zsizsi. Van egy ilyen. Oké, én kész vagyok. Az számít valamit? Nem, mert mind a ketten mindre válaszoltunk, de én nagyon-nagyon sokat rontottam. Mert a felénél jöttem rá kb, hogy csak az emlősöknek van. Basszus! Yes! Tehát folyamatosan bedobált emlősöket, meg ugye ilyen rovarokat. Igen. És én először, én nem tudom, hogy miért nem gondoltam rá, de a csótányt is arra húztam, hogy négy lábú. Ja. És a felénél esett, hogy az összes emlős, amit kidob, és hát az összes emlősnek egyébként is négy lába van, az oké, és hogy az összes többit meg a hat lábúhoz kellett húzni. Igen. És én ezt nem tudtam, hogy az összes ilyen. Sose gondoltam még bele, hogy a lepkének hány lába van. Nap tanulsága. Ja, mehetünk tovább. Várjál, várjál. Hogy állunk pont ügyileg? Tehát 450-450? Tehát fej-fej mellett haladunk. Fej mellett. Nekem ezek nem csak tetszenek. Ne. Légy, ne, az nagyon sok. Ne, a Jurassic Parkot rengeteg szer láttam. Én egyszer se láttam, szóval szerintem ezt nagyon... Kipusztulás! Pocsi. De tudni valami hülye kérdés lesz. Hát, ha nem állatos, nekem az nagyon nem megy. Hát mi más pusztul ki? Hogy nevezik a világ végét a skandináv mitológiában? Hú, ez... Okay. Ez ismerős. Könyörgöm. A Thor film miatt gondoltam a Ragnarökre, a Valhalla meg a Mad Max-ben volt, de az meg igen. Mert a Valhalla az nem világvégét, hanem túlvilágot jelent, nem? Nem az tudom, a... én nem a Thor? Az a baj, én nem láttam ezeket a kultfilmeket. Se a Jurassic Park, se a Thor. Nem láttad a Jurassic Park. Star Wars, hogyha semmiet nem láttam. Nagyon ezeket nem mond ki hangosan csatornádon. Túlzottan ilyen női családban nevelkedtem. Most, hú, hát ez szexista volt, miért ezek a filmek? Nem, de sajnos, én sztereotipikus női családban nevelkedtem. Tehát milyen francia művész filmeket néztem. Szóval leültél 10 évesen, és azt mondta anyukát, hogy nem nézel Babócát és Bogyó és Babócát, hanem romantikus filmeket fogsz kb. Nézni. És romantikus lettél? Nem. Különös szavak. Azt beszéltük, hogy eddig azt hittük, hogy ez egy fiú, ez a tündér, és hogy szoknyában van, szóval lehet egy lány. Vagy ő egy ilyen... A tiéd? Nincsen gendere, aha. A tiéd azt szerintem egyértelműen lány. Igen. Azt hittem, fiú. Igen. Nekem nagyon ami lány. Egy még nagyobb folyóba ömlik. Hogy az a folyó, ami egy még nagyobb folyóba ömlik? Ami egy még nagyobb folyóba ömlik? Tesztudod? Igen, igen, Meli. Annyira utálnak fog mindenki hinni. Nem igaz. Nem. De még egyetlen egy kérdés, és tudtam kb. A választ. Nem igaz. Szegény. Elsírom magam mindjárt. Ez nagyon de kínos. De ez becsapós volt. Nem kínos egyáltalán. Ne viccelj már, hogy most diplomáztál le. Hát ezért gáz! Nem! Húha! Vízrajz! Hú, mik ezek? Nem akarom egyiket se. Dóri, miért jöttünk el erre felé? Hanem, hogy fölött szakki, nem tudom. Hát de egyik se jó. Mindegyik borzalmas. Hát akkor mindig ilyen 2010-es évek zenéi vannak, aha. Meg filmek, most meg így beletenyereltünk. Igen. Tök jó. Milyen kemény anyag van, hogy a föld magának jelentős részét. Na jó, oké, ezt azért tanultam. Ezt tanultam. Én nekem az összes ilyesmi kivaradt. Azbest. Most Metallica. Mi? De akkor melyik? Ezt is felolvastad őket, mert nekem ugye egy betűk hiányoznak.
Fogalmam sincs fönnmagjára. Azbest? Tehát az azbest nem a házban van? Nem amikor... tudom! Vas! Azbest! Azt tudod, az a, az a házban van, az a káros anyag. A döntőben vagyunk. Nem tudom bebizonyítani, hogy a végzett lépcsőit. Tudok. De hát itt is lesznek még kedvesek. Oké. A pici szárnyaival és a picike előnyével. Vajon ő fog győzni? Vicces a fejed. Ilyen vagy. Most ugye 450 pontja van a Dórinak. Nekem meg 700 valamennyi volt, és most ugye lenullázza a pontjainkat, és feldobott minket lépcsőkre. És mindig azt a hatalmi játszmát tudjuk megcsinálni, ami ott oldalt van a lépcsőnk mellett, csak az. Tehát én most csak bombát tudok rakni rád. Okay. És itt mind a négyre rákattinthatsz, és addig kattinthatsz, amíg el nem találod a helyes választ. És aki gyorsabb, az dobja Jézus! Fel magasabbra. Akkor itt már nem is az a lényeg, hogy nem, tudod el a választ. Itt a gyorsaság számít, igen. Mi a franc? Jaj, de rossz. Oké, okay. Vagy jó, nem tudom. Na, tessék, ezt tudod. Még amerikai állam. Igen, jó. Hol van? Hol van? Oké. Okay. Szerintem tök egyszerre kattintottunk rá, érték gyorsabban észre. Na, látod? Hawaii volt természetesen, most itt ugye nem látjátok a, az opciókat, de majd felolvassuk nektek gyorsan. Stresszelsz? Ez most múlik valami? Az önbecsülésem. Ki volt? Az USH Enterprise első kapitánya. De ne... Rájöttem, hogy nem tudom felolvasni nektek, mert... Sietni kell. Hát amúgy én ráérnék, de Dóri gyors. Kirk kapitány volt a megfejtés. Dóri már nem is gondolkoztál mi, csak így nyomtál gyorsan. Nem, mert ezt, amúgy ezt nem mondtad volna, akkor gondolkoztam volna. Luxemburgban az ország földrajzi adottságai miatt. Mi nincs Luxemburgban. Mi nincs, mi nincs, mi nincs, mi nincs, mi nincs. Megint tök egyszerre mentünk rá. Ne, téged yes! hamarabb érzékel. Yes, yes, yes. Én is ezt mondom. Tehát tengerpart volt a megfejtés. Én is. Még gyümölcsrosszjába készítenek lábtörlőket és ecseteket. Én ezt mintha tudnám. Mintha tudnám. Lábtörlőket és ecseteket, lábtörlőket. Gyors. Nem, de hülye vagyok, úristen, ez annyira egyértelmű. Jó, most végre hamarabb. Egy Francba! Pedig ez az, hogyha elolvastam volna őket, ez egyértelmű. Én a dinnyére mentem először, hát az baromság. Mindegy. De most ugyanúgy tudom azt mondani. Nem is láttalak még így, mi történik. Egy hagyományos rulett keréken megjelenő színek. Vörös, fekete. Oké. Jó. Áj, össze voltál hamarabb. Azért, mert a szép. Nem érdemeltem ki egyáltalán. Hogyne! Te tudtad a legit kérdésekre a választ. De ezek is számítanak. Hogy begörkorizott a pasas. Az igen! Imádom ezt a hasitasit rajta. Milyen véknyak a végtagjai, és amilyen fényes... Fényes harisnya van rajta. Yeah. Amikor először játszottunk ilyet Attival, akkor mondta, hogy kapsz egy nyereményt, és én azt hittem, hogy a PlayStation-on belül kapok egy komplett játékot, azért, hogy én megnyertem. És közben egy knowledge-et, egy tudást kapsz meg. Tehát rákattintasz majd, nézd arra. Ja, hogy aha, és akkor azt is felolvasom. Aha, aha. Ne várakozzatok a kezdetem előtt. Ne várakozzatok. Jó, oké, bocs, előre. Milyen komolyan mondjam, hogy motiváció szöveg. Ne várakozzatok. De ez miért van ott? Mi most mit csináljuk ezzel? Ja, nem. Mi elolvas? Ne vakarozzatok. És először az harmadjára vakarozzatok. Ne várakozzatok. Tehát, ne vakarózzatok! Az ember 70 éves korára annyi elhalt bőrt hullat el, amennyi a 13 éves korabeli önmaga testsúlyának felel meg. Amúgy ezt nem hiszem el, hogy minden ember. Ez nagyon beteg. Testsúlya, 13 éves. Tehát mennyi 40? Vagy 13 évesen? Hát 40. 50 kilót. Ez nagyon irányos. Meg mindig a saját súlyához képest. Hát igen, ezzel gondolkoztam én is.
Ez nagyon durva. Köszönöm szépen a knowledge-et, és hát tök király ez a játék, nagyon köszönöm, hogy megmutattad nekem, és reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. És ennyi is lett volna ez a videó, ez egy tökéletes ilyen utolsó kép volt, igen. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Felvettünk egy videót Maris csatornájára is, ahol vegán furcsa amcsi kajákat csináltunk. 1000 éve kéritek tőle ezt a videótípus, szóval nagyon-nagyon örülünk, hogy elkészítettük, és szerintem tök jó lett. Nagyon király kajákat csináltunk. És hát ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszi, hogy itt voltál. Lehet, hogy annyira fognak itt tetszeni, hogy fognak kérni még gameplay-eket. Úristen, és slowly ilyen gameplay csatorna lenni. Ide jöhetsz bármikor gamertelni. Sziasztok. Sziasztok. Nagyon szép voltam esve, brutálisan. Ne várakozzatok. Kurva vicces. Olyan voltam, mint aki meg akarja enni. Nem így csináljuk, csak fogad, hanem így. Ja, hogy... De úgy nem látszódik, Dóri. Miért fogad ilyen nyomni? Így? Én már abszolút azt látok. Nézd! Így? Igen, csak olyan, hogy természetesen pont. Playstation.